Szia! Ow! Can you not? Humus, tényleg már ez fáj! Every fucking beat demolish when I snap its fucking cake. Sziasztok! A mai videóban egy ilyen napi vlogot fogok csinálni. Eredetileg online suli vlogot akartam csinálni, csak nem tudok bejelentkezni a Teams-re, mert nem tudtam a jelszavamat, és akkor szóltam a sulinak, hogy nem tudom a jelszavamat, és azt mondták, hogy akkor majd újra tudom állítani, és küldenek valami e-mailt, aztán nem küldtek e-mailt, viszont kidobtak a telefonomon meg a gépen a Teams-ből, szóval most nem tudok bejelentkezni egyáltalán. Ezért úgy gondoltam, hogy megmutatom, hogy miket csinálok ma úgy, hogy nincsen online suli. Annyira nem vagyok motiválva így semmivel kapcsolatban, amióta ugye újra lockdown van itt, mert itt egy hete kezdődött az új lockdown, és ja, elég idegesítő. Próbálom kicsit lekötve tartani magamat. Igazából azért nem volt ezen a héten videó, de most éppen azon gondolkodom, hogy lehet, hogy elmegyek a boltba, és veszek képkereteket, ugyanis elkezdtem kidekorálni a falamat egy kicsit, átváltoztatni, hogy történjen valami izgalmas. Szóval, ja, viszont pár napja már felraktam egy pár képet, és leestek. Szóval ki kell találnom valami más metódust, ahogy felrakom a képeket a falra, egyébként megmutatom. Szóval, oda felraktam három képet, csak kettő már leesett, meg két rekordot, meg egy növényt. És oda akarok még kereteket venni. Valamint nagyon sok mindent fel kell töltenem Depopra, szóval így nagyon sok mindent. Ezeket itt mind fel kell raknom Depopra, ezt meg vissza kell küldenem. Szóval így is vannak dolgok, amiket kell csináljak. Még egy valami. Hogy nagyon sokan kérdeztétek, hogy a tetoválást hogy csinálom. Nekem stick and poke tetoválásaim vannak. Ez lényegében egy olyan tetoválási módszer, amit így otthon csinálsz magadnak, csak nem a legbiztonságosabb. És ezért nem akarom ezt így mindenkinek így elmondani, meg így promotálni, meg hogy hogy kell csinálni, így elmondani. Mert én magamban bízok, meg hát nem mondom, hogy a szüleim is beleegyeztek, de erről tudtak, az a lényeg. És ezért én tudom, hogy meg tudom annyira tisztítani a dolgokat, meg minden, hogy ez nem veszélyes. Viszont azt nem akarom, hogy valaki esetleg nem, és akkor valami baj lesz belőle, mert lehet belőle baj. Ezért nem mutatom meg, vagy magyarázom már részletesen, hogy hogy kell csinálni, de hogyha beírjátok a Google-ba, hogy stick and poke, akkor kidobja. De igen, most megyek. Mindjárt el fogok indulni a boltba, és becsomagoltam azt a csomagot, amit el kell vinnem a postára. Viszont mielőtt elindulok, meg akartam mutatni pár dolgot. Ugyanis a lockdown kezdete óta elég sok retailt, mert mit csináltam. Én apró hülyeségeket veszek mindig, és annyira rossz. De gondoltam megmutatom őket, mert szerintem tök érdekesség, mert én tudom. A legtöbb az ilyen hülyeség, de vettem egy ilyen kesztyűt. Ez igazából praktikus is, mert azért vettem, mert nagyon szokott fázni a kezem. De másikat nem találom. De igen, ez elég menő néz ki, hogy nézzek ki, mint egy betörő. Vettem egy ilyen lencse szettet a telefonomra, amit igazából a fisheye lencse miatt vettem csak meg. Tudjátok, az egy ilyen kör néz ki. Még ez is jött benne, ez ilyen wide lens, azt hiszem. És aztán ezt rácsipted a telefonodra. És így néz ki. Hey! Szóval igen, még ezt is vettem. Vettem két kontaktlencsét, az egyik az kék, a másik az zöld, és majd ide berakok a képet, hogy néz ki, hogyha bent vannak, de nekem nagyon tetszik, főleg a zöld. Csak kicsit nagyobb ez az ilyen színe, de szép a fény. Szóval kicsit nagyobb ez a színes rész, mint a naturális színes rész, szóval ezért nem néz ki annyira naturálisnak, de nem túl rossz, vagy ilyesmi. Valamint vettem ilyen mű piercingeket, az egyik az egy ilyen septum piercing. Valami vettem egy ilyen orrpiercinget, ami így van, csak azt elhagytam, és ott az orromban. De itt van valahol bent a házban, csak nem tudom hol. És az nagyon tetszett, szóval elég ideges vagyok emiatt. De mindegy. Időközben megtaláltam egyébként, a szőnyeg alatt volt. Szóval igen, így néz ki a kis orrkarika. Ez is elég menő. Ilyen... Itt sosem lyukasztanám ki az orromat, nekem ez nem tetszik, de a karikán azon gondolkodom egy kicsit. Kicsit agresszívnak néznék ki szerintem. Ja, szóval ezeket az ilyen apró hülyeségeket vettem. Legtöbbet Amazonon vettem, azt hiszem, és még jönnek csomagok. Szóval, hogyha még lesznek ilyen mindennapi karantén vlogok, akkor a többit is megmutatom. Megjött a postás. Új, lehet, hogy nekem jött csomag, megnézzük. Ez jött meg csak. De én most elviszem ezt a csomagot a postára, valamint veszek pár képkeretet. Mit csinálok?
Biztos mindenki engem néz. Utálok publikusan videózni. Nem baj, kell a footage. Laninoz. Szóval, ugye visszajöttem a boltból, és amíg ott voltam, jött egy csomag, de elfelejtettem lefilmezni, amikor kinyitom. Szóval most el fogom játszani, hogy még sosem, hogy nem tudom, hogy mi van a csomagban. Nagyon jó színész vagyok, szóval készítsétek fel magatokat. Vajon mi lehet ebben? Wow! Egy kabát! White. Amúgy nem. Egy ilyen barna puffer kabát. Most ez az egy ilyen kis Jordan-es kulcstartó, amit akarnak. Na mindegy. Megmutatom, hogy miket vettem a boltban. Vettem két A3-as keretet. Egy ilyen keretet. Egy ilyen keretet. Egy ilyen keretet. Kettő ilyen pici keretet. Meg egy ilyen ragacs cuccot, amivel fel lehet képeket rakni a falra. És csak 7 fontot költöttem. Ebbe, vagy ebbe, még nem tudom, bele akarom rakni a Harry's poszteremet, ami ugye otthon az ágyam mellett, mert alatta van egy gyertyám, ezért mindig összefüstösödik. És nem akarom, szóval... Valamint ugye láttam a postán a csomagomat, egy ilyen gatyát küldtem vissza, mert nem volt jó. Szóval most ki fogok nyomtatni szerintem pár képet, és felrakom őket. Egyébként, kinek tetszik még nagyon a driver's license? És az elmúlt 24 órában meghallgattam vagy 30-szor. Igen. Hey. Nem igazán csinálom semmit egész nap. És most meg már majdnem 7 óra van. Viszont gondoltam csak egy arcmaszkot, mert... miért ne? Ezt a csodálatos uborkás maszkot fogom használni, ez igazából az anyukámé, szóval. Lyukasztom a fülem. Szóval... Change of plans! Nem arcmaszkot fogok csinálni, hanem... kiukasztom a fülem. Az cartilage-emet fogom kiukasztani. Tavaly már kiukasztottam egy tűvel, de aztán nem ment át a fülbe való, csak a tű. De még mindig látszik a nyoma annak. Kiukasztom a fülem, jó? Csak akartam, hogy itt legyen valaki, mert ijesztő volt egyedül. Anyu nem bánná, nem arról van szó, csak nem akarok egyedül lenni. Visszaszámolsz? 1, 2, 3. Nem fájt. Jó helyre is raktam. Tök menci. Tetszik. Most viszont tényleg felrakom az arcmaszkot. Kicsit most fáj a fülem. De amikor kiukasztottam, akkor nem fájt. De is nem jó vagyok. Crackhead! Nem. Még ilyen pici, nekem nincs ilyen pici fejem. Smekta illata van. Szóval most fent fogom tartani 15 percig. Aztán nem mosom. Alexa, set a timer for 15 minutes. 15 minutes, starting now. Amíg várok arra, hogy ez csinálja a dolgait, addig beszélni akartam valamiről, ami már így napok óta jár az agyamban. Belementem abban a lé az orjukamba. Szóval annyira sok negativitást látok az interneten, és annyira elszomorult, mert én például személy szerint nem tudok bunkó lenni az emberekkel az interneten. Nyilván nem azt mondom, hogy sosem voltam még senkivel bunkó, de hogy én annyira félek attól, hogy az az ember, ő is megy át valamin, és még akkor sem tudok valakivel bunkó lenni, hogyha megérdemelni, mondjuk, hogyha csinál valami olyat, ami nem oké. Nem tudom, mennyire ismeritek a CNMA-t, a TikTokon a Body Positivity-ről csinál videókat leginkább, és valaki kommentelte, hogy ma már nagyon rég először ettem 3 teljes étkezést, és valaki... így elkezdték így neki ugrani, hogy miért akarod, hogy megdicsérjenek téged, hogy megcsinálod azt, amit egy normális embernek meg kell csinálni, és annyira nem értem, hogyha így érzed, akkor miért nem tudod ott hagyni, és én igenis
büszke vagyok mindenkire, aki ma felkelt és evett, és akár hogyha a minimumot megcsináltad, mert ezekben a nehéz időkben még a minimum is nagyon nehéz, és nagyon büszke lehetsz magadra, igenis, hogyha ezeket megcsinálod. Szóval nem értem, és most nem csak ez az komment volt, de hogy tényleg annyira nem értem az embereket, akik így bántják egymást. Így gondolj bele, hogy annyira sok életet vesztettünk el ilyen cyberbullyingnak például is, de sosem tudhatod, hogy te leszel az utolsó ilyen komment, és én őszintén mondom, hogy az ilyen bántó kommentek miatt én csak nevetek. Viszont biztos, hogy nem mindenki gondolja így, és nem tudja mindenki, hogy ezek az emberek is mennek át valamin, és ezért bántanak más embereket. De igen, szóval legyél pozitív, legyél kedves mindenkivel, és hogyha még ma nem tetted meg, mondd el valakinek, hogy mennyire szereted, és hogy mennyire örülsz neki, hogy az életedben vannak. Igen, ez most egy teljesen felesleges és random rend volt, de úgy éreztem, hogy ezt ki kellett mondanom, mert ez is egy része volt szerintem annak, hogy nem akartam ezen a héten így feltölteni, nem tudom, mert olyan sok negativitást láttam az interneten az elmúlt időben, de nem is feltétlenül az zavar, hogyha engem bántanak, hanem hogyha más embereket is, nem tudom. Szóval igen, csak ennyit akartam mondani, mint mondtam, ez most teljesen felesleges volt, de most megvárom, hogy a maszk teljesen elkészüljön. Ez most fáj, ezt csinálni. Most van 8, és most kezdem fel. 8:40-kor kezdődik az első ilyen bejelentkező óra. Ha még bagalni fogok. Ma már ugye van suli. Nem sikerült rendbe rakni a jelszót. Yes, miss. Azért akartam valaki, hogy csináljak ilyen sulis vlogot, hogy motiváljam őket. De én konkrétan az ágyból csinálom. És hát nem csinálok semmit lényegében, ami nagyon rossz, de nem tudom, még nem tudtam belelendülni ebbe az egészbe. De ja, most már megvolt az első pár óra. És azt mondom, hogy lesz, ha minden igaz. Terep tudok biztosra. De szerintem, ami segít általában az az, hogyha felkelek és megcsinálom az ágyamat, akkor nem fekszek visszaaludni. Szóval, mondja valakinek kell egy tipp, nekem is meg kéne fogadnom. De nehéz. Szóval, most van 12:25. És 3-kor fogok találkozni az egyik barátnőmmel, és el fogunk menni egy kocsi parkolóba. Mert igazából ugye nem lehet találkozni, csak kint viszont esik az eső. Ezért van a közelben egy ilyen kocsi parkoló, és oda fogunk elmenni. De még van 2 órán, most ebédszünet van. Szóval, ja, ki kell még találnom, hogy viszek föl. De igen, ez fog történni. Az előző 2 órában próbáltam egy kicsit többet figyelni. Nem tudom, mennyire sikerült. De ja, szóval ez fog történni. Végül sosem mutattam meg, hogy mit vettem fel, meg nem is fejeztem be a videót, mert nem tudom, elfejtettem. Viszont gondoltam, megmutatom, vagy elmagyarázom, hogy mi volt rajtam, hát ha valakit érdekel. Szóval rajtam volt a barna kabátom, egy ilyen tehén mintás szoknyát kötöttem fel ilyen csúktokként, egy tapsopos farmer, és az Air Force-on volt rajtam, szóval ja, és elmentünk a kocsi parkolóba, és igen, nagyon jó volt, de távol maradtunk egymásra, amennyire lehetett, ugye, hogy biztonságban legyünk mindketten. De igen, ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, és kövessetek fel, és kövessetek Instagramon, és igen, találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Oh,